Tovább bővült az Azuri szigeteki utaslista. A Blik Szűcs Lajosról, a Pesmegyei Közgyűlés Fideszes elnökéről és Mennyi Roland Borsodi elnökről derítette ki, hogy kísérőt vittek magukkal az Atlanti óceáni üdülőhelyre. Szűcs Lajos korábban az egyenes beszédben cáfolta, hogy kísérővel utazott. Itt az Azori szigetek egyik üdülőhelyén tartott konferenciát 12 Fideszes megyei közgyűlési elnök és alelnök novemberben. Több napot töltöttek az egzotikus szigeteken. A sok milliárdos adósságokat felhalmozó megyék vezetői a páneurópai roma stratégiával magyarázták az utat. A politikusok közül korábban senki sem ismerte el, hogy kísérőt is vitt volna. Azóta azonban kiderült, ennek éppen az ellenkezője igaz. A Blika külföldi szervezőktől megtudta, a 12 megyei vezető mellett még két fő volt a hivatalos delegáció tagja. Mennyi Roland Borsodi elnököt Varga Ferenc külügyi tanácsadó, Szűcs Lajost a Pest megyei közgyűlés Fideszes elnökét pedig Orgoványi Ágnes külügyi tanácsadó kísérte. Szűcs Lajos néhány hete az egyenes beszédben többszöri visszakérdezés után is cáfolta, hogy lett volna kísérője. Vitt kísérőt vagy nem vitt nem vit kísérőt. tehát egyedül utazott. Igen. A politikus azt is mondta, szerencse, hogy nem vitt kísérőt, az Azori szigetek ugyanis nem éppen turista barát hely. Miért nem jó hely? Hát abszolút nem. Nem már, komolyan? Igen. Mert miért volt soha <kül> más? hát a tenger közepén egy vulkanikus sziget, ahol még ivóvíz sincsen, ez egy, nem egy üdülő körzet. A Blik egyébként a felsoroltakon kívül még két magyar kísérőről tud. Kovács Ferenc vasmegyei elnököt és Nagy Kálmán Zala megyei alelnököt is felesége kísérte el.